Fejtjük a Community Centert, ha már itt vannak nálam a dolgok. Akciós most a játék Steamen, írja Garkas. Köszi, köszi! Köszi, köszi! Jó, hova kell az aranyrúd? A kazánhoz talán? Aha. Dedededem! Ajándék kemence. Köszönöm szépen. Jó, hova kell az aquamarin? Na, azt nem fogom tudni. Jöhetnek az információk. Tölts vagyon, csak kell ide. Almám nem lesz, az nincs. Itt van. Színezék. Túrjunk még ebbe pénzt? Amúgy kellene. Villámhárító! Energiát gyűjt a villámcsapásokból. De jó vagy. Már csak egy 25 ezer G-s csomag kell, és megjavítjuk a buszot. Hogy még több dolog legyen, amire ne legyen időm. Még egy küldetés, amit nem fogok megcsinálni. Milyen jó, hogy mondtam, hogy a küldetéseket is megcsináljuk, ugye? Semmit nem fog. Ezeket se szállítom le. Nincs idő, hát túl sok dolog van. Én nem tudok ennyi dologra figyelni. Túl sok nekem ez a játék. Túlnőtt az agyamon. 80 ezer errand. Hogy mondják ezt magyarul, hogy errand? Túl sok a feladat. Hát akkor már lerakom a villanyhárítót ide, érted így, itt te már, itt te. Úgy. Meg van egy kemi is, egy kis kemi. Úgy, készülgetés, nagy készülgetés. Jaj, nem azt akartam, hanem csak át akartam pakkantani, így. Így. Nagyon jó. Igen, tudom, még mindig azt csinálom a játékban, amit szeretnék, de nem lehet. Túl nagy a nyomás, hogy mindent is csináljunk. Na már nem is szeret a kutyus. Kis pénz, nem pénz. Destiny, köszi a 3 hónapot. Igen, köszi Hirks. Köszi. Ezt a szívecskét neked küldöm. Holnap csodálatos napos időnk lesz, hogy rohadjál meg. Nyugtalanok a lelkek. Úristen, micsoda tippek. Ha villámhárítót raksz egy beültetett füves blokkra, akkor azt az állatok nem zabálják le, és tud onnan szaporodni. Na most már nem rakom be, olyan szépen kiépítettem, de ez egy hasznos tipp lehet egyébként. Nagyon szépen köszönöm. Hogy mennek a dolgok? Biztos egy vagyont keresel a farmodon. Hát ez így igaz. Ne feledkezz meg jó anyádról, ha milliómossá válnál. Szeretettel, anyu. És kaptunk egy tortát. Köszi, anya! Majd küldök haza pénzt. De csak a pénz miatt szeret minket, anyukám. Látjátok? Abba reménykedik, hogy befutunk. Ő is csak a pénzre megy. Aranyású anya. Érdekes. Ilyen leveleket küldözget itt a videójátékban. Na, 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 na.
Ez a kedvenc őszi muzsikám egyébként. Mostan tényleg kellene építeni egy robotot a kilocsol helyettünk. Azt öntözőnek hívják, én értem. És mellé megy. Vruf! Az igen. De most már így az öntözőkkel gyorsabban haladunk, mert 9-re kész lett. Még azt nem tudom, hogy ha még ennél is több állatod van, akkor hogy csinálod, hogy az összeset beszívecskézed egy nap alatt, meg összeszeded a cuccokat? Tehát hogy van erre idő? Hát ez a farm még tök kicsi a prókhoz képest, ez így sincs idő semmire. Hogy? Ennek a játéknak nagyon hiányzik egy menedzsment rész, ahol utasítgathatsz embereket, hogy helyetted dolgozzanak. Kellene még toáskészítő készülék. Meg amúgy kemence is kéne, minden kéne. Na, úgy. Jó, mit akarok? Megyünk geódálni, utána fejleszteni. Ezt akarom csinálni. Menjünk. Még itt van ilyen szörny jellegű, de az mindegy. Átlagosan 2 istálom és 2 csűröm szokott lenni, este bezárom őket, reggel befutok, mindbe végig tapicskolom. Mind aztán hadd menjenek. Hát jó, de akkor is. A nagy táblát azt nem is nézze, szóval... Ismertek, hogy milyen vagyok. Nekem tényleg az az egyetlen bajom, és ezt idézőjelben mondom a játékkal, hogy... Itt van például lent a nagy tábla, tehát hogy még így ezt is fejbe tartani, hogy amúgy így ezt is lehetne csinálni. Rengeteg bokcs, 100 darab bokcsoly, persze. 80 kemény fa, persze, hogy megcsinál, hogyne. Tehát, hogy édes Istenem, tényleg annyi minden van a játékban, hogy így kicsit gyorsabban, ha így lehetne esetleg így automatizálni bizonyos dolgokat. De hát persze csodálatos a játék, csak én vagyok hülye, ez bizonyos. Amúgy természetesen bosszankodó lelkek napján kell kinyitni a geódákat, ezt mindenki tudja. Hát igen, és még ugye ez a contentnek az egy negyede, amit láttunk eddig. Ez kicsit ilyen ládanyitós jellegű. Nagyon szeretem a sztárgyút, de háromszor hagytam abba azért, mert elkezdtem magam úgy érezni, mint egy átlag munkanapon. Értem. Ott van a Skella Community-be. És acélba alta kell, ugye? Ott már nyomja. Igen, az Animal Crossing is hasonló ebből a szempontból. Oké, az Gunti.
Az is Gunti, de én a community-be rakom, nem Guntinak. Kapja be. Bauxit főzelék, már mint Bixit, bocsánat, azt hittem Bauxit. Ott egy könyv, ugye? Horgász. Ja, ezek csak ilyen sztorik. Igen, amúgy basszus, a rák, rák emberek, rák. Tehát rákot is kéne. Rákharsát kéne csinálni. Éneklőkő! Na mehet a... mehet a zenélő részünkbe. Hogy vagy, Nessai? Hát, nagyon köszönöm a kérdést. Most megint fújom az orrom, nem tudom, hogy megkezdődött-e a parlagfüvek ezévi missziója meggyilkolásomra, vagy csak megfáztam egy kicsit. Egyébként szuperül. Param, 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 pam, pam. És akkor kész. Omni Geoda. Úristen, ez valami nagyon nagy. És ott van, kész van. Úristen, ott rave party van, oda néz, megjelent az összes kis lélek. És most megmerényelnek. Az erdő védelmezői, a kis Junim. És ott mondja is kínaiul. Mondja is az átkot. Na jó. Igen. És mit kaptam? Kiírhatta volna kicsit nagyobban, hogy mit kaptam. És akkor ezek mind ilyen kis bauxit jel, ez mehet haza. Széttörjem az omnigeódákat a kovácsnál? Ja, de nem tudom, mert dolgozik. Meg ne törest föl, később kelleni fog. Még nem kaptál semmit majd holnap. Nagyon jó. Köszönöm, köszönöm szépen az információkat, így az internet népének, köti. Na, várjatok, le kell rakni itt a követ. De amúgy ezt kéne középre. Úgy. Igen, rengeteg kavicsok, köztum, pászti, bentem, szembrem, nem. Értitek, amit mondok, úgy, nagyon jó. És akkor várja, főt kristály. Kőfa réz. Mondom, kő. Kő nekem a kő. Ott is van, még kettő tojás feldolgozó. Hogy lesz itt így az út? Így lesz, mindegy. Kéne egy kis kemi. Így. Bővülünk. 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 Nem eszem meg a nagy toást. Jó. Azt mondja Johnny. Meg Gina. Meg Jackson. Így. Jó. Akkor az ott hatalmas készülgetésekben van. Mit csináljak? Rákvarsa. Az kellene a vas. Rudaszka.
Minél nagyobb, annál jobb, hogy ilyen sokat tudunk pakolgatni vele, azért adja. Tényleg a hordó? Mi kellett a hordóhoz? Hát még mindig nincs söröm. Tölgyfa gyanta. Ja igen, a gyanta. De a pont olyan gyantám. De van tölgyfa. Na várjál, Móni. Na várjál akkor, Móni. Vasrészfa. Aha. Aha. Réz. Vazs. Fa. Na, de hol lesz a kiváló sörfőzdénk? Hát akkor gondolom az itt így hátul kellene. Ott van, ott van. Na akkor mehet az alkohol... ...öpergetés. Itt lesznek a hordóink, pontosan itt. Így, nagyon jó. Amúgy így ezt is ki kéne. Itt most az OCD-m küszködik picit, hogy itt lesz, hogy legyen. De majd ide akkor rakunk valamit. Azokat lehet, hogy majd így kettesével kellene valahogy. Vagy így négyesével. Majd azt kitalálom. Jó, most ott ezt nem kövezzük le, azt az utat. A lényeg, hogy ott lesznek a hordók. Igen, tudom, hogy amúgy a hordókat, azokat ilyen helyekre szokták rakni. Mármint, hogy így házba. De jó lesz ez így kint most már. És akkor mit kell? És akkor simán belerakom a kámlót? Egy darabot? Ott. Ott már slatykolódik is, nagyon jó. Na, azzal az utolsóval mi történt? A cumló, igen. Nagyon jó. Jó, mit kéne csinálni? Robin projekt. Jó, persze, valószínűleg megcsinálom. Kvarc 75 G-ért meg sem mozdulok. Szörnyvadászatot már buktuk. Igen, amarántot kellene vinni. De a tehenes nő ilyenkor életben van még valahol? Márni. Amurant, igen. Ilyenkor nem kocsmázik? Vagy hazamegy aludni? Mert a tanyáján végzett már. Egy amaránsot kellene neki vigyek. Nem tudom, hogy megyek kricsmibe, azért kérdezem. Első pár epizódot láttam, csak szép lett a tanya, köszönöm, Arklen. Adlókat Robinnál lehet vételezni szintén? Hát persze, minden Robinnál, olyan monopól helyzetben van. Na, where the fuck is Marnie? Ez a kérdés. Ott az a kis nebulánsok ott huncutkodnak. Kicsim, ott hol van? Ott van. Álljál meg. Hamar álljad a teheneidet. 500 G-ért bármit hozok. Kicsim, szia, csak beszélgetni jöttem. Főzöl? Ha valamikor unatkoznál, csak ugorj be. Hát jövök én, de hogy rátérhetnénk most már az ismerkedésre, tehát egy kis petting azért most már így illene, nem? Nem gondolom, hogy olyan nagyon nagyok az elvárásaim, érted? Annyira azért nem kérek sokat szerintem. Ott van valami fekete kagyló, az mi? Szívkagyló. Az mitől szív? Kell a Community Centerbe, visszük. Hát nem túl nagy a loot, pedig ezer éve nem jártam erre, haló. Legalább a kis korallok itt vannak. Ingyen pénz. Hát ez nem volt túl fett loot. Hopp, ott elbújt. Ki ebrudáljam a kis kukackákat?
üvegtöredék. Mik vannak itt, kérem szégyen? Valaki emlékszik, hogy melyik hal van még hátra? Van a titkos erdős. Azt nem tudom, hogy azt esőbe kell. Most mindjárt megnézzük. Ah, jó, hogy megbeszéltük a múltkor, de hát az már oly régen volt. Az nem esős, jó? Tehát a titkos erdőbe az simán titkos erdő. Mit akarok beadni? A szívkagylót. Akkor gondolom az... Úgy. Igen. Valamelyik rák kell. Kellene egy rák jellegű, és akkor ez is megvan. A süllő van. A süllő van esőben délelőtt, ugye? Azt beszéltük. Vagy délután? Azt tudja. A homokhal az ugye a sivatag, a faugró meg van az erdőben. Meg lehet ez még a halas rész. Jó van, meglátjuk. Ú, és ott a csillagtáblámat csak most látom. Este felé van a süllő. Nem emlékszem, de valamiért arra emlékszem, hogy a süllő esőbe kell. Igen, hát remélem, hogy a rákvarsával fogunk rákot szerezni, tehát ebben erősen reménykedem. Túros Batyú, köszi az ezres csírt, hashtag megéri. Hát nem hazudik, és ott az egyéves évforduló is. Nagyon szépen köszi. Jó. Korallokat eladhassuk. Meg a osztrigát is. Az üvegszilánk, az nem tudom mi. Nagy üvegtöredék, erekje. Ja, Guntinak. Jó, akkor azt elviszi Guntinak. Ja, jártam, hogy írtátok, hogy a rákot tudunk szerezni a bányába is. Majd meglátjuk. Süllő az éjszakai halak kategóriában volt. Á, akkor esőbe éjszaka lesz a süllő. Jó, megvagyunk szerintem ezzel a nappal. Nem is használtuk el a teleportot, emet. Éjfél után esőben. Jó. A süllő téli tavi hal fix info. Na jó, már annyi info érkezett a süllőről, hogy... Csak na. Mindegyik más. Ott van! Aha. Aha. Ott megtáncolják nekem a kis animált almák. És akkor ezzel honnan, hova tudok menni? A süllő egy hal, fix info. Beindult a fast travel, de nem tudom, hol vannak a fast travel pontok. Semleges lelkek. Vihar közeledik. Na! Van egy állomás a busz fölött. Kovács bánya busz. Aha. Hát az annyira nem shortcut akkor. Mármint, hogy... Hát végül... Gyorsabb itt el... Na, cinematik. Jó reggelt, Mr. Nessai. Egy szívességet jöttem kérni. Aha, gondoltam. Próbálom a kecskémet megtanítani arra, hogy azt mondják hello. De ez csak barlangi répával megy. Aha. Egy barlangi répára van szüksége. Ez személyesen jött barlangi répáért. Az van nálam. Á! És kaptunk egy receptet. Próbál lekenyerezni. Van nekem egy jó barlangi répám. Elvisszük neki. Na. Újabb a padlizsán emoji.
Készülgetnek a dolgok, készülgetnek. Mikor lesz kész a mizém? Holnap? Baltám. Yami, yami. Pincsi padlizsán. Az igen, úgy még egy pit, de hogy függőlegesen? Tehát, hogy istenem. Megőrít. Úgy megint függőlegesen locsoljál, mindenképpen függőlegesen locsoljál, te fos. Bocs, elnézést kíván. SID. Csúnyát mondtam, Nessai D. Mindenre ez a válasz. Úgy a kerítést is egy kicsit. Csalamárdé, köszönöm szépen! Bor, elkészült a szöllő. Direkt mondom így, ugye, mert így kell mondani helyesen. Kanyarba sincs az, hogy arra locsoljon, amerre én mondom neki. Vöf! Borháj! Vuf! De nézd meg, és nézd meg, lefele locsol, bazd meg, megőrít, komoly, ez a világ legszarabb ját, mármint... Nyugi, nem úgy gondoltam. Na, elkészültek a jamgyökerek is. Ha a vizes földbe visszaültetem, akkor az locsoltnak számít. Igen, holnap Diablo Immortal lesz. Kirédzseltem a sztárgyúból, holnap Diablo Immortal. Jó. Na várjunk akkor, álljunk meg egy szóra. Ja, hogy már van? Volt már szőlőm? Jó, hát akkor most van még. Padlizsánt raktam el, jamgyökérből kell egy a community centerbe. Vagy több helyre is kell jamgyökér? Nem, szerintem amúgy. Padlizsánt már raktunk el, az fix. Günther, Community Center küldetés. Így. Hello, csirkék. Wuff. Egybe be tudjuk rakni az összes tojást. Én azt hittem, hogy a fanedvek egy kicsit gyorsabban fognak termelődni, de hát fixen tévedtem. Márnit megrépázzuk. Community Center Günther. Ki kéne próbálni az... Ja, barlang. Szóval Csalamádé! Köszönöm szépen a csírt neked is, és Ádám az 500... Mik ezek a gigacsírek? Csak most nézem. Szóval Túros Batyú után Ádám neked is köszi az 500-as csírt, és Csalamádé szintén. Hát nagyon meg lett tolva a hype-on, a srácok. Hát...
Be is kell játszani, úgy pörög. Minek akarom elnevezni a lovamat? Hát, hogy könnyebb legyen megkülönböztetni, és hogyha hivatkozni akarok rá, akkor könnyebben tudjátok, hogy mire gondolok. Na várjatok, hogy működik ez? Város. Mekkorát jöttem. Csalamárdé, köszi az ezrest is, nagyon köszi. Úgy adjad is a jutalmat, öcsi. Öcsi! Egy nagy kitömött mackó. Köszi! Nem kellett volna ide utazni, mert most Márnihoz visszafele kell utazni, tehát ja, mindegy. Na, ott szomorkodik a kis jányafa alatt. Ja nem, hát csak ott csillezik. Param, 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 Lord Féri, köszi a 21 hónapon. Mármint milyen nevet akarsz a lovadnak? Ja, hogy ez a kérdés. Várjatok, szinematikus már megint. Elhoztam a répát neki. Úros Batyu, köszi az 5-ös giftet! Köszönöm. Ott a répát. Csak így kicsaptam neki az répámat oda. Ez jól néz ki. Mindjárt. Mindjárt ráveti magát, azt mondja. Ehhez a küldetéshez miért volt külön cinematik? Annyira nem volt különleges, nem mindegy. Elkezdte... Ja, hogy mi lesz a neve a izének? Amúgy valamelyik moderátor kimaradt a csirkékből, úgyhogy a lovam lehet az egy... A Martin, igen. Vagy Mr. Ló. Mr. Ló, a szokásos. Azzal nem lehet mellé lőni. Mr. Lova, Lova. Az. Ott van kicsim, szia. A bevásárlás már nem hangzik olyan jól, mint régen. Kész, elrontottam kicsimet. Már te se vagy a régi, hát így már nem lehetünk egymáséi, hogy ilyen rendes lány leszel. Na, hova kell a jamgyökér? Vagy föntre, vagy lentre? Bevállalok egy föntit. Bevállalom, brother. Van. Mindent is tudok. Információra van szükség. Amúgy kéne egy új pecabot is. Srácok, információra van szükségem. Most fel kell üssük az internetet. Holnap esni fog. A faugró az nem, ahhoz nem kell eső, az az erdőbe van, azt mondta Hirx. A rák az lehet rákvarsából, vagy a bányából. Süllő. Fix információra van szükségem a süllővel kapcsolatban. 120%-os interneten megerősített információ kell a süllőről. Miért ír nekem a Viber üzenetet, hogy szeretek-e nyelveket tanulni? Szívecskés emojival. Nonsens. A sülőre ezt mondja a Wiki. A tavakban, folyókban és az erdei tóban déltől hajnalig ősszel, ha esik. Oké. Tehát délután kell kifogjuk bárhol esőben a sülőt. Jó. Legyen így. Nem dél, hanem éjfél. Ó. Oh.
A 12 PM az az éjfél? Tehát csak éjfél és hajnal kettő között lehet kifogni. Haló? Az kicsit kevés lenne, nem? Az a dél, nem? 12 PM az dél. Na azért, akkor fogjuk, verjük már nyakon az én... Na, nem kell. Jó, mivel teljen a mai nap? Rákvarsát akarok csinálni, azzal fog telni, mert azt akarom. És amit én akarok, az úgy is lesz. Többnyire. Meg akarom csinálni a kis rákos dolgot. Rákokat akarom. Ja, úgy én se tudtam volna magamtól, hogy a 12 PM az dél vagy éjfél, mert mind a kettő logika megállná a helyét. Tekintve, hogy az 11 PM, tehát a 11 PM az este 11 óra, ezért logikus lenne, hogy a 12 PM az éjfél. De hát angolok, angol hülyék. Ide tudom rakni a macit? Nehogy már ne lehess, miért nem lehet ide rakni a macit? Jó, akkor berakjuk a házba. Úgy ott az ágyamnál, így fog bámulni az ágyamon. Úgy, ott fogja őrizni az álmomat a maci. Átrakhatnánk ide, amúgy. Mindenhogy undorítan néz ki ez a lakás. Közgazdász létemre az gond. Mi köze van a közgazdasághoz az angol idő formátumnak? Nem tudom, de biztos igazatok van. Rákvarsa. Fa vazs. Hány kell hozzá? Három kell egyhez, akkor még kéne perzselni. Mert ugye azt mondtátok, hogy három típusú cucli van, ugye? Most jól megkérdeztem, amit meg akartam kérdezni. Szóval egy más rákokat fog tóban, folyóban, meg óceánban, ezt mondtátok. Hello, Nessai, szeretnék a farmodon a csicskásod lenni. Hát, itt a cseten már a csicskásom, mármint